Gábor barátom itt találva jellemezte magát, amikor bemutatkozott, mi csak korászok úgy hívjuk, hogy a Galántai Rém. Nem segítettek rajta. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm benneteket a borászok részvevő borászok nevében. Ugye már szinte ilyen matos elemek vagyunk ebben a történetben. Ugye Légiótó, Tifán Zsolt, Takler pincészet és jó magunk. Szinte már a kezdetektől itt vagyunk, és az idén egy új pincészet is lesz, ha jól tudom, az Anda pince, úgyhogy további előikban is próbáljuk itt a Gasztrobusz keretein belül a borkultúrját terjeszteni, és mint támogatók is itt lenni. Én tulajdonképpen a borászatunk mellett a műszaki cégünkkel, ami ipari automatizálással foglalkozik, és magyar ipar krémjének beszállítója, és ugyanannyi idős a cég egyébként, mint a Gasztrobusz Fesztivál, 32 éves, ahol is támogatóként jelenek meg. És nekem külön örömet jelent az idén az, hogy itt lesz az Omega Testamentum zenekar, és fellép a Gasztrobusz Fesztiválon pénteki napon, hiszen nekem nagyon sokat jelent mai napig is, de nagyon sokat jelentett, hogy az Omega, akikhez nagyon komoly közeli barátság fűz. Sajnos ugye hárman már nincsenek köztünk, de ahogy Ciki Mester mondja, ők még mindig őrzik a lángot, és nagyon valószínű, hogy az Omega Fan Group és az Omegának ma is van közönsége, fogják bővíteni most a Gasztrobusz résztvevői közönségének a számát, én nagy sikert várok ettől. Egyébként még csak annyit bemutatásukra, hogy rövidesen fel fognak lépni a Scorpions-szal együtt a Arena koncerten Budapesten és Varsóban is. Úgyhogy tényleg ez nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez így összejön. Nagyon sok sikert kívánok az idei rendezvényhez is, és a Gárdai családnak is még hosszú éveken kívánok hozzá erőt és kitartást, hogy ez még nagyon sokáig felmaradjon, és nagyon sokáig ide járhassunk, hiszen ez már mindegyünknek olyan, különösen nekünk borászoknak, mint egy évről évre ismétlődő családi esemény, vagy az évfordulók, mindig kötelességünknek is érezzük egyrészt, hogy itt legyünk, másrészt pedig nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, általában szinte minden három napot itt töltjük el, legalábbis a főnapokat, péntek, szombat, vasárnap. Köszönöm szépen!